pandémiás helyzet miatt felemás volt a Nagykunsági Népművészek Egyesületének is a 2020-as éve, hiszen több rendezvényük elmaradt, és az idei évüket is érinti a jelenlegi járványügyi szabályozás. Derült ki dr. Eskovács Ilona egyesületi elnökkel folytatott beszélgetésünkből. Januárban nagyon sűrű programmal indultak, hiszen megjelent a Kunkapu könyv és gyönyörű könyv bemutatót tartottak, mondja az elnök, aki elkezdte az iskoláknak is eljuttatni a könyvet. Nagyon sűrű programmal indultunk januárban, hiszen megjelent a Kunkapu könyv, gyönyörű könyv bemutatóval, és rövid időn belül tudtunk egy közgyűlést összehívni, ami nagyon hasznos volt, hiszen a könyv az sorban az Egyesület tagjainak szól. Tehát mindenki kapott természetesen ajándékba, és igyekeztünk, elkezdtem azt a programot, hogy a gimnáziumnak, esetleg iskoláknak és távolabbi területre is osztogassunk könyveket Nem fejeződött be ez a nagy program, hiszen a további nagykunvárosokba már nem jutottunk el. Március 12-én a Györfi István Nagykun Múzeumban megnyílt ugyan a kunkapu kiállítás, ahol be mutatkoztak az Egyesület faragói, de már a látogatók nem nézhették meg. A kiállítás továbbment volna a környező településekre is. Ez elmaradt. Szeptemberben azonban kisújszállásra átvihették, ott a kiállítás jelenleg, de nem látogatható. A legnagyobb rendezvényünk márciusban, március 12-én volt, hiszen megnyitottuk a György István nagy -Kun a kunkapu kiállítást, aminek a jelentősége nem csak az, hogy bemutattuk ezt a stílust, hanem bemutatkoztak a faragóink, hiszen kivétel nélkül minden egyesületi faragó készített, egy-egy kis kapumodell, nagy kapuoszlop stb. és ezek helyet kaptak a kiállítást. Kiállításban. Ez a kiállítás tovább ment volna ö, ö, tavasz folyamán, májusban, kunhegyese kunyhőhegyesek, Megvoltak az időpontok, és volt egy augusztus végi időpont kis No, ezt kivételesen sikerült megrendeznünk, mert szeptemberben megnyitottuk a kisúj szállási morgó bemutatóteremben a kunkapu kiállítást, amit eleve vándor terveztünk. És itt van vége, ott látható továbbra is a kunkapu kiállítás. Egyelőre a tervek szerint majd ebben az évben, talán májusban vagy nyár elején visszük tovább Kunhegyesre. Minden nagy városba és még távolabbi területek Szeretnénk bemutatni. Az Egyesület tagjai azonban több kiállításon vettek részt 2020-ban. A táncoló tulipánok karcagi kunhimző csoportól is szólt az elnök. Na most, amiről kevésbé tudnak nem olyan látványos a hogy bizony a Népművészeti Egyesület tagjai máshol is pályázatokra jelentkeznek, kiállításaik voltak, Szűcs Imréjéknek, a Nagynétörök Zsókának, és itt tovább, tehát működnek. pádáráginak a táncoló tulipános simzőköre kiválóan működik. Ők azok, akik a polgármesteri hivatal számára összfolyamodnak, Folyamán, gyönyörű kis kollekciót, kunhimzéses kollekciót adtak át, és készítik, már bemutatták a református templomba azt a himzés együttest, ami urasztali terítő, és itt tovább, amivel majd e, talán húsvét vagy e, pünkös folyamán ebben az évben e, fognak egy kis ünnepség kerül, e, keretében e, hát szép ajándékot átadni a Karcagi Református Egyháznak. Az idei tervek közül a kunkapu kiállítás. Szeretnék szeretnék továbbvinni a nagy kun településekre. Emellett Nagyné Török Zsóka keramikusnak és Andrási Mihály Fafaragónak is terveznek kiállítást a Györfi István nagy kun múzeumban, ha a vírushelyzet engedi és kinyithat az intézmény. A kunkapu kiállítás, mint mondtam, visszük tovább. Azon kívül idő járványtól függ. Már van egy kiállítási tervünk, be is fogadta a György István Nagy Andrási Mihály népiparművész Faragónak és Török Zsóka kerámikusnak lesz egy szép egyéni bemutatója. Azon kívül más terveink vannak, de is vannak, de ezek egy kicsikét titok. Ha a helyzet engedi, akkor szeretnének hímzőtábort is szervezni, a kunhímzés könyvben bemutatott eredeti párnavégek lehímzését elkezdeni. Szeretnék, ha a karcagi lányok, asszonyok megtanulnák a kunhímzést, mely a magyar népművészet legértékesebb stílusa itt alakult ki. Szeretnénk Berekfürdőbe vagy itt egy tábort, nem nagy létszámút, egy kis létszámú, inkább csak a karcagi táncoló tulipán szakköré tagjainak a számára, meg a bereki és Esetleg a madarasi himzők számára egy kisebb összejövetelt tartani, pontosan azért, hogy a kunghímzés könyvben bemutatott eredeti párna végeknek a lehímzését, módját, stb. egy kicsikit közelebb hozzuk a himzéshez. És amit borzasztóan szeretnénk, és kérjük a karcagiakat, asszonyokat, lányokat, tanulják meg a kunghimzés hung, technikáját. Várja a kunhimző uh, szakkör a jelentkezőket. Ma annyira nem divatos, pedig egy olyan szép uh, szabadidő eltöltési lehetőség. Lehet bármikor jelentkezni ebbe a szakkörbe, a Pádár Áginál a szakkörvezetőnél, vagy nálunk Gál Andrásnénál az Egyesület titkáránál, vagy éppen nálam, szívesen veszük a jelentkezésüket, mert hiszen karcagiaknak, büszkéknek kellene lenni, hogy a magyar népművészetnek a legértékesebb stílusa itt virágzott, itt alakult ki. Hát becsüljük meg már legalább azzal is, hogy mind a fiatalság, és itt jut eszembe, hogy bizony milyen jó lenne, hogyha a kunhimzést oktatnák a technika órákon, ha létezik még olyan, nem tudom, az általános iskolákba például. Azt tudom, hogy az óvodákba megy. Egyébként most is lesz februárban egy közös rendezvényünk a Györfi István általános iskolával, hiszen kiírtak egy pályázatot, de az akunk kapu. Remélem, hogy legközelebb a kunhimzés pályázatot és a gyerekek között is népszerűsíteni kellene. Én úgy gondolom, hogy az Egyesületnek a legfontosabb feladata népszerűsíteni a nagykonsági népművészet eredményeit. A szakember reméli, hogy az iskolákban is tanítják majd a kunhimzést.